Egy kis teherautó platójáról szórták le a 12 000 darab hamis órát az orosi hulladék lerakóban. A lefoglalt órákon hamisan volt feltüntetve a gyártócég márkája, ezért a NAV megsemmisítette. Először teherautókkal, majd egy munkagéppel is áthajtottak rajtuk. Az adóhatóság célja az volt, hogy a kalórákból semmit se lehessen felhasználni, vagy a későbbiekben forgalomba hozni. Az ukrán-magyar határon próbálták meg ezt a 12 000 darab órát átléptetni, ami egyébként nem egy klasszikus csempészeti tevékenység volt, hiszen a tulajdonosuk bemutatta ezeket az órákat vámeljárás céljából, ugyanakkor viszont a kollégáink feltárták azt, hogy mind külső megjelenésük, mind a csomagolások alapján valószínűsíthetően hamis termékekről van szó. Megkérve a jogtulajdonosnak a szakértő véleményét, ez be is bizonyosodott, úgyhogy természetesen az Európai Uniós szabályok alapján nem engedhetjük meg, hogy ezek piaci forgalomba kerüljenek. Az uniós normák szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal eljárhat az ilyen csempészáruk ügyében, ugyanis a hamis megjelölésű termékek előállítói és az azzal kereskedők többnyire adózás nélkül végzik a tevékenységüket, hangzott el a sajtótájékoztatón. A megsemmisítés az ugye hármas feltétel kell az uniós jogszabály szerint, tehát hogy kimondja a jogtulajdonos, hogy ezek az órák hamisítványok, hozzájárul ezeknek a megsemmisítéséhez, illetve az áru szállítója, birtokosa szintén elismeri a jogsértés tényét, tehát hogy ezek hamisítványok, és ő is hozzájárul ennek a megsemmisítéséhez. A NAV beszámolója szerint a jogsérelem ebben az esetben mintegy 680 millió forint, ami azt jelenti, hogy ennyi bevételtől esett volna el a márka eredeti tulajdonosa, ha ezek a hamis órák a piacra kerülnek.